Az amerikai Egyesült Államok minden harmadik lakosa szenved az extrém hőségtől. A déli államokban Floridától Texason át Kaliforniáig a hőkupola nevű időjárási jelenség okozza az elviselhetetlen forróságot. A hőkupola a magas légnyomású légtömegeket tartósan egy bizonyos terület felett tartja. Az előrejelzések szerint a hétvégén Arizonában és Nevadában a napközben mért hőmérséklet helyenként megközelítheti a 49 Celsius fokot, és éjszaka sem mutatnak majd kevesebbet a hőmérők 32 foknál. A tartós forróság 27 millió ember életét nehezíti meg. Szakemberek arra számítanak, hogy a világ legmelegebb pontján, a kaliforniai Deszveliben ezekben a napokban megdőlhet az eddig hivatalosan mért legmagasabb hőmérsékleti csúcs, ami 54 Celsius fok volt. A parkok, múzeumok, állatkertek és üzletek vagy bezártak a hétvégére, vagy rövidített nyitvatartási idővel működnek az extrém hőség miatt. A forróság olyan megterhelést jelent a szervezetre, hogy a hatóságok azt kérik az emberektől, hogy reggel 9 és este 6 között ne tartózkodjanak a szabadban. Egy klímakutató szerint az Egyesült Államokban több ember halálát okozza a hőség, mint a hurikánok és az árvizek együttvéve. A múlt héten a globális átlaghőmérséklet 17,23 C-fok volt, ez a valaha mért legmagasabb érték.